Jellegzetes, könnyen felismerhető, egyedi stílusjegyek. A Máté Szalkai képes kávéház vázlatát Makovec Imre, a magyar organikus építészet mestere rajzolta meg még 2002-ben. Ezt adta ajándékba Pénzes Ottónak, aki széles összefogást teremtve megvalósította régóta dédelgetett álmát. A tavaly átadott épület számos kulturális esemény helyszíne volt eddig is, a kávéház történetében most újabb fejezet nyílt. Elérkeztünk abba a pillanatba, amikor a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Vashegyi György, Lisztdíjas karmester, a Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója felavatta az épület falán elhelyezett Makovec Imre emlék előtt tisztelgő emléktáblát. Szemadam György, akadémikus úr, Munkácsi Díjas festőművész, kiváló művész és érdemes művész pedig felavatta a Képes Géza emléktáblát. Az ünnepségen felavatták az épület galériáján berendezett állandó kiállítást, amelyen Bíró Lajos Kossuth díjas szobrászművész és felesége Szerpa Ihanusz alkotásai láthatók. Az épület névadója és a képzőművészek között érdekes összefonódásra hívták fel a figyelmet. Képes Géza Finnországban a Finn Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja lett a fordításai révén. Akkor ott egy 5 éves kislány játszott valahol egy kis faluban, Szirpa Ihanusz, aki aztán egy szatmári fiúval találkozott, ő a mi Bíró Lajosunk. A művész házaspár a találkozás után természetesen szerelem lett, a szerelemből házasság. A művész házaspár több mint 30 éve él Mátészalkán, és büszkék vagyunk arra, hogy a képes kávéházban rejlő fényt tovább fényesíti az a helyzet, hogy a művész házaspárnak, a Munkácsi Díjas Bíró Lajosnak és Szirpa Ihanusznak egy önálló, állandó tárlatot tudtunk itt közösen a művészek segítségével berendezni. Büszkék vagyunk rájuk, és büszke vagyok arra, hogy Mátészalka egy ilyen csodával büszkélkedhet, mint a képes kávéház. Képes Géza költő, műfordító, kutató, Mátészalka szülötte. Az irodalmáról általános iskolát is elneveztek szülővárosában. A kávéház a szatmári település másik híres szülöttéről, Szalkai László esztergomi érsekről elnevezett téren látható.